Kezdett az adventi kalendáriumom 11. napjának a kinyitása, úgyhogy tartsatok velem, gyorsan kinyitjuk, elrágom, remélem, kóbászka van benne, és utána kezdődhet is a mai vlogmesz epizód, ha a gazdi kibére nyitni, ebbe jó nagy van. Hú, ez már most finomnak tűnik, és van élata van. Gazdi azt mondta, hogy humárin, ezt szeretni fogod, és egy pár alatt be is törlöm, de jó van, azért, ezt gyorsan nem tudom elrágni, de nagyon finom addig a Gazzi kikészíti a másik kettő kis falatkát, Persze azért az egyik szemem figyeli, hogy oda rakta el, nem állt meg véletlen, mert nem akarom, hogy megegye. Hát az enyémet nem szeretném, hogy megegye más. Aztán gyorsan ezt a kettőt is elrágtam egy szempillanat alatt, és pedig jó szórakozás fog kívánni most már a mai videóhoz. Remélem, hogy tetszeni fog nektek. Tartsatok velem, következőben is. Arra gondoltam, hogy ebben a videóban megmutatnám nektek egy téli reggeli rutinomat, hogy mit szoktam ilyenkor csinálni. Remélem, hogy velem tartotok. Hát a reggelem általában úgy indul, hogy vagy innét a saját ágyamból kerek fel, vagy a gazdi ágyából. Ez általában attól függ, hogy éppen melyik gazdi, mikor megy dolgozni, vagy mikor megy el itthonról. Mert ha korábban megy az egyik gazdi, akkor már kijövök vele, megnézem úgy vissza a kávécskáját, és én még vissza ide feküdni. De amikor már rendesen ennek és benyomják a kávéfűzőt, én is benyomom az igényemet a jutalmfalatra, mert hogyha megnyomják a kávéfűző gombját, akkor nekem is kell adni egy ólandos kóbászt, mert ezzel indul minden reggel, teljesen mindegy, hogy tél van, nyár van, ősz van vagy tavasz. Én minden reggel egy ilyet szoktam benyomni. Nekem ez a kávé eltűkapok energiát. Na, ezt meg is ettem. Majd utána, miután gazd is megkávízott, hát sajnos ki kell választanom a kis púcsit, bár hát a tíli rutinhoz hozzátartozik az is, hogy nincsen sajnos meleg, úgyhogy kis ruhát kell fölvenni. Itt van most ez a karácsonyi, ugye ez a mafiás kis púcsi, hát még teljesen nincs karácsonyi, úgyhogy lehet, hogy még nem azt fogom fölvenni. Úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy a mafiás kis pucsiba fogok a reggeli pisiléssel elmenni, melyek egyet sétálni, de azt mondta a gazdi, hogy ő már te kinézhet, és bozasztó hideg van. Képzeljétek el, hogy egy csipi volt a szememben, még a reggeli csipi ott maradt, utána, amikor a csipit ki akarja szedni a gazdi. Ez a legutálatosabb dolog, ami történhet velem ilyenkor reggel, nem mindegy, túléltem, úgyhogy kiszedte a szememből, na. Aztán el is indultunk lefelé, nézitek meg, majdnem megfagytunk. Indig itt szoktunk sétálni, itt a gazdi leszokta venni rólam a pórázt, mert én itt nagyon szeretek szaladgálni, de most úgy döntöttünk, hogy túl sokáig nem fogunk lent lenni, mert akkor meg fog fajtni. Gazdi is majdnem megfagyott, ő a vissza akart volna menni, ha mondom, én nem kakítam. Úgy, hogy ezt tisztelt, szerencsére nem mutatta meg nektek a gazdi, de hát én elmondom nektek, hogy ez megtörtént. És utána szargáltam, és hát egy kicsit muszáj volt futnom, mert különben nagyon fáztam volna, és közben megnéztem, minden reggel megszoktam nézni, hogy milyen állatok jártak itt korábban. Itt tegnap rengeteg vaddisznó volt, mert föl van túrva az egész. Előtte nap még nem járhatott itt, ennyivel akkor nem jártam, láttam ilyen sok vaddisznó túlást. Hát én nem szeretnék velük találkozni nagyon ijesztőek lehetnek. Jó nagy sár volt, képzeljétek el, mert előtt nap esett az eső. Aztán a reggeli sétában végeztünk, nagyon megfojtam, és hát mondtam a gazdinak, hogy én már nagyon éhes vagyok, jó kis finom reggelire, muszáj kicsit kiolvadnom, és ahhoz kellni fog a reggeli, Úgyhogy mostanában ezt szoktak reggelizni, ezt a pedig is marha kaját, mert ez jó szaftos, és ezt be lehet kenni a száraz tápomba, és akkor sokkal jobban szokott esni a száraz táp is. Úgyhogy én most ezt szépen befalom, és ameddig eszek, addig elmondom nektek, hogy ha még nem vagytok tagjai a Merlin Kalandjai nevű Facebook csoportnak, akkor gyertek és csatlakozzatok, szerintem érdemes, illetve van egy webshopom is, ezt csak azért mondom el nektek, www.merlinkarandjai.hu, mert ha csak karácsonyra szeretnétek még valamilyen holgó tacsit vagy bármilyen bűst, akkor azt 16-áig kell megrendelni, és az még odaér hozzátok karácsonyra, ha később rendeltek, akkor már nem biztos, hogy karácsonyra oda fog élni. Hát én elj, gyorsan befaltam ezt a kaját, még egy kis száraz tápon, Hát, szárazak nem hiszem, hogy mindent meg fogom enni, de azért egy jó részét, igen. Hát, egyébként nem minden nap szoktam reggelizni, ez nagyon változó, hogy milyen napom van. Van, amikor csak száraz tápva a reggelire, és akkor azt nem szoktam megenni, de van, amikor például kapok ilyen finom falatokat, konzerveket okoz, nagyon szívesen. Itt már reggeli után vagyok, nagyon jól laktam, és idejöttem a gazdihoz, hogy egy kicsit simogasson meg, simit kértem tőle, aztán mondtam neki, hogy a kicsit szeretnék labdázni, ha már kint nincsen jó idő, és nem lehet szaladgálni, akkor itt bánt játszunk egyet. Én nagyon szeretek labdázni, most kettő labdát hoztam ide, a kéket, amit még Annától kaptam, és ezt a színeset, amit még Elenától. Úgyhogy ezeken felváltó fogok most labdázni, úgy döntöttem. De még a reggel rutin része egyéb dolog is, csak hát ez szerintem nagyon fontos. Minden reggel szoktam labdázni, és amikor labdázok, akkor én megmondom őszintén, hogy ugatni is szoktam, nem is keveset. Hát igen, ezzel lehet, hogy felkeltek mindenkit a hídlavik a környéken, de csak addig szoktam ugatni, ameddig játszok, meg csak a labdánál. Hát ti tudnátok egyébként, ha akar labdázni, mert én biztos, hogy nem tudnék szerintem semmi értelme nincs annak, hogyha például nem lehet kiabálni játék közbe. Azt mondta a gazdi, hogy jó van mellé, most ma elég lesz ebből, ezután pedig újra felvettem a kis púcsit, és egy reggeli munka következett, ugyanis elvittük a rendeléseiteket az autóbatákhoz. Én általában elszoktam kísérni a gazdit, tudom, nem vagyok túl nagy segítség, de én szerintem azért a sokat számít, hogyha ott ülök az autóba, mindegyik automatához elmentünk autóval, hát jó, befütött nekem a gazd, és képzeljétek el, hogy mi nekem is jött csomagom, és kiszedtük az autómatából, és visszük haza, és én már nagyon izgulok, hogy mi van benne. Aztán jött a gazdinak fonalrendelése is, úgyhogy azt is fővettük. Hát igen, meg is ékeztünk, el akartam menni kis púcsiba, azt mondta a gazdi, hogy azért az jó lenne, ha levennénk Merlin, mert sokkal kényelmesebb, hogyha nincsen rajta a púcsi. Ez a kettő csomagom ékezett, az egyikbe nagyba fodalak vannak, úgyhogy az számomra nem annyira izgalmas, viszont ebbe a másikba, ebben nagyon izgalmas dologban szerintem. Úgyhogy erről majd készíteni fogok egy külön videót, ahol megnézem és kibontom. Persze a fodalakat azt kinyithatjuk ebbe a videóba is, bár nem fogok egy külön videót készíteni, csak majd a termékekről, amit majd a gazdi meg fog holgolni. Biztos nagyon szépek lesznek, nagyon ügyesen tud holgóni, olyan élethű tacsikat, mint én vagyok. Hát azért megnéztem, hát ha akad itt valami finom falat is, de sajnos nem volt. Na mindegy, mutasd meg, gazdi, rendelt ilyen szép balnát. Ebből tudjátok, mi fog készülni? Tacskó, mi más készülne? Ebből a színből pedig lehet jó kis barát készíteni. Ebből is tacskó fog készülni? Mert az összes többi borna, mert képzétek el nagyon sokáig készlet és nem tudta gazdi rendelni ilyen színeket, úgyhogy most betankolt, hogy egy ideig elég legyen. Na de, ez a téli reggeli rutin ennyi lett volna, mert most már lassan dél lesz, és az már nem reggel rutinhoz tartozik, úgyhogy el is köszönök tőletek. Ne felejtsétek el feliratkozni csatornára, hogyha még nem vagytok lépjetek be Facebookon a Merlin Kalandjai Csoportba, lájkoljátok ezt a videót, és akkor találkozunk majd hamarosan egy következő részben, ami nem is sokára lesz, ugyanis múlt decemberben minden nap találkozunk. Na cső!